Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol itt van velem Bence. Sziasztok! És még mielőtt elmagyaráznám nektek, hogy mi is lesz ez a videó, és mit fog Bence csinálni. Én se tudom még. Ez a legjobb egyébként az egészben. Szeretném letisztázni, mert úgy néz ki, hogy párom még mindig nem értik a dolgokat. Ez egy paróka. Jelenleg 3 darab emberi haj parókám van. Úgyhogy ha rövid lesz a hajam egyik napról a másikra, vagy az eredeti szőkémből fekete leszek, vagy esetleg rövid és fekete is lesz, nem vágattam le, nem festettem be. Miért mondod el? Miért nem hagyod, hogy összezavarodjanak a nézők? Az tök poén, hogy egyik napról a másikra egy olyan dolog történik, hogy nem tudja a csaj, mi történt a Rebekával. Nem tudom, de tele van az Insta DM-en. De ez nem baj. Ja, és nem ferde a tévénk. Rebeka most rá mindig elmondogatja, ugyanis az egyik videóban a kamera... Egyszer mondtam el! Megborult a kamera, és ferde ott a tévé, abból állt ki a komment szekció, hogy ferde a tévé. Úgyhogy, igen. Most, hogy ezeket tisztáztuk, térjünk rá a lényegre. A mai videóban Bencének fogok feltenni először 3 darab kérdést, ami egy kis bemelegítés, mondhatjuk, hogy beugró kérdések lesznek. Nem én voltam. A lényegi teszthez, ami nem lesz más, mint hogy női termékeket, vagy olyan termékeket, amiket nőkkel kapcsolatban használunk, fogok neked mutatni, képeket fogsz látni, és neked a képek alapján, ha van konkrét neve annak a valaminek, el kell mondanod, hogy mi a neve, hogyha nincs neve, vagy nem tudod a nevét, akkor el kell mondanod, hogy mire használják. Nem gyűjtünk kifejezetten pontokat. Azt a rohadt! De ha nagy benned a versenyszellem, akkor összeszámolhatjuk, hogy a végén mennyiből mennyit tudtál. Hát én nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek, mert ilyet én is akarok. Hozzátenném természetesen, ezt el kell mondani, nagyon fontos, nem saját ötlet, láttam külföldi videósoknál, körülbelül egy hónapja indult el ez a trend, és arra gondoltam, hogy lévén, hogy nagyon nagyképűen mondva egy beauty vloggernek vagy a barátja, szerintem jó tesztalany vagy ehhez, és az az igazság, nem szeretnék nyomást helyezni a válladra, de nagyok az elvárásaim. Köszönöm szépen, rám raktad a terhet, nézzük is meg a termékeket. Ugyan nem nehezek nagyon. Szerintem nem. Őszintén megmondom, hogy szerintem nagyon sokat. Miért izgulok az ilyen videóknál? Meg vagy? Meg. Hajszárító. Az első kérdés, ami a beugró kérdésed, mi a különbség az egészségügyi és a tisztasági betét közt? Ez az első kérdés? Hát az egyik arra szolgál, hogyha megvan a havi vérzésed. Igen. A másik meg, ha megvágod véletlenül a... A punanit? Igen. Lehetne jó, de miért vágnád meg a... Hát mert egészségügyi. Na várjál. Hát itt... Kezdjük azzal, hogy melyik való arra, hogyha megvan. A... melyik a másik? Tisztasági. A tisztasági betét való arra. Kezdjük. Nem, X, várjál. Az első, az egészségügyi, az arra van, hogyha megvan. Igen. A tisztasági, meg az utóvérzésnek, hogyha még egyébként napokig vérezhetsz. Egyébként ez nem rossz, igen. A tisztasági, ezt nem nektek mondom, mert a lányok nyilván tudják, a tisztasági betétet azt a hónap többi részében is. Ezt mondom. Használhatod, nem hú, csak jó, akkor, jó, hogyha... Hogy jó ég. Vérzem. Mondjuk okay. Azt még nem tudom, hogy hogyan kell kiválasztani, hogy melyik jó neked, mert XXL mérettől S-en keresztül minden van. Egyszer erre is rátérünk, ha szeretnéd, de ezelőtt van még egy kérdés, ami hát ehhez kapcsolódik. Mit jelent az, hogy szárnyas vagy nem szárnyas a betét? Hát ugye a szárnyas az a luttolból készül, a nem szárnyas meg a nem állati eredeti származék. A szárnyas az, amit fel tudsz magadnak ragasztani. Mi az, hogy magadnak felragasztani? Hát... Hova rakod a betétet? És ha szárnyas, akkor azt hogy rakod? Húha. Aj, miért ilyen nehezek ezek? Nagyon jó! A szárnyas betétet felragasztod. Mert a másikkal mit csinálsz? Ott van.
Várjál, szárnyas betét, és mi a másik? Nem szárnyas betét? Igen. A szárnyas betétnek több a felülete, amit oda kell ragasz. Igen. És a nem szárnyasnak kevesebb. Alapvetően jó a válasz. Ott a szárnyas van. Betét az úgy néz ki, hogy megvan maga a betét, és két oldalt van egy kis füle, amit alulról visszaragasztasz a bugyira. A sima betétet, azt meg csak így beleragasztod a bugyiba. De mindenképpen ragadós. Tehát akkor? Elfogadjuk. Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, és ez nem probléma, hogyha van nem tudod. Van még kérdés? Igen, ez az utolsó beugró kérdésed. De olyan aranyos, ez nem probléma, hogyha nem De tudod. De tényleg, ez egy nehéz kérdés. Rebeka, eddig is tudtam, milyen? Mit jelent a citológia? Citológiai vizsgálat. Mit vizsgálnak vele, hol csinálják? A citromlének az erősségét vizsgálják. Citológia. Ajjajjaj, citológia. Ciciket. Ez jó. Nem. Nem tudom. A citológiai vizsgálattal nézik meg a méhedet, kenetet vesznek a nőgyógyászati vizsgálaton, és rákot vizsgálnak vele. Fogalmam nem volt róla. Nagyon szinte legyek. Nagyon picit fog, de nem. Akkor nem. Ez a kérdés mindig elhangzik. Fog a rúzs. És akkor elérkeztünk a képekhez. Jaj, nem már, annyira rossz. Az első képünk ez itt. Ez az a cső, amivel pisilni tudtok. Igen! Amikor... Igen! Megállsz az út szélén, anya kiszáll a kocsiból, apa oda dobja neki a plasztikot, de láttam erről videót, hogy ez nem működik Soha fel jól. Soha nem használtam. De mekkora lehet? De ha működne, de nem működik. Imádnám. Láttam videót, és ez nem működik. Nem merném egyébként kipróbálni, akkor se, ha tudnám, hogy működik, de hát úristen. Ez hatalmas, és tök jó, hogy tudtam. Figyelj, ebből kell egy rész nekem. Nyomogass szét a like gombot, iratkozzál fel, nézed a videót, küldd el anyának, apának, kutyának, macskának, és lássuk azt, hogy ti is szeretnétek azt tényleg, hogy legyen, mert én nagyon szeretném, hogy nekem is legyen ilyen rész az én csatornámon. Következő. Ez jó, én ezt nagyon bírom csinálni. Ez milyen orvosi eszköz? Félig megvagy. Remélem nem fog hülyeséget mondani. Szüléshez való. Nem. Akkor hülyeséget De mondtam. De helyileg jó helyen jársz, csak nem pont. Én esküszöm, nem tudom mi ez a kacsacsőrű emlős, hogy... Egyébként néhány helyen kacsának hívják. Hát a kórházban kacsának azért mást hívnak, de... Igen, de... Nem tudom, hogy mire való, de nagyon ijesztő. Na, de tippelges. Erényöv. Hát ez így felcuppan, és 18 éves korodig le se jön. Le se kaparod, pajszerrel se. Ez egy... Mi lehet ez? Várjál, van egy fogó rajta, lehet lazítani, és hogyha ezt lenyomod, akkor az úgy feljön és becsíp valamit. Nem csíp be semmit. De becsípheti. Hála az égnek, nem. Teljesen jó volt elsőre. Nem tudom, ez mi. Kérlek szépen, ezt használják a nőgyógyászok akkor, amikor bármiféle kenetet vesznek le. Hideg kirázott. Úgyhogy azért mondtam a szülésnél, hogy nem rossz helyen jársz, mert végül is oda megy be, csak érted, hogy hogy működik. Hát azt azért nem értem, hogy működik, de értem, hogy... Ne magyarázd, ne! Nem fog aludni! Az ártatlanságát az egész dolognak őrizzük meg! Hú, te, leizzadtam rendesen! Rendezőtől kérnék gyorsan egy izét, szalvétát! Ezt nem teljesen jól fotóztam ki, de... Ez kis ártatlan. Hát azok sütemények. Ez mit? Látok? Na! Bocsánat. Elrontod a videómat! Véletlen arrébb kattintottam. Keresek neked másik képet, hogyha ilyen kisvak vagy. Látok kettő darab kis felhőt. Implantok? Ezek nem implantok. Mik? Ez tudja, hogy valahova berakják. Mutatok egy olyan képet, amiről lehet, hogy jobban fogod tudni. Hát ez a sütemény forma, amit konkrétan a sütőből kiveszel. Ez nem tudom. Melbimbó tapaszt. Igen! Az mi? Hogy tudja a fiú, te? Mármint, hogy nem láttam még ilyet lányokon, csak olyan volt a formája. Azt hittem, hogy rögtön tudni fogod. Az olyan furán néz ki, nem tudom. Na, de tudom. Következő. Ez micsoda?
Mi ez a kis szütyő? Az egy zsebvécé. Ez micsoda? Van egy nagyobb része, vagy van egy tölcsér alak, és lent, meg egy kicsi, ahol ki tud jönni. Nem tud kijönni. Jó, ja, nem tud kijönni. Ez még elég fontos info mondjuk. Nem tud kijönni, akkor ez létezhet, hogy fogamzásgátló? Nem, de jó fele jársz. Mindig jó fele járok, csak sose találom az eredményt. Ilyen volt az érettségim is. Ez micsoda? Szólj, ha kérsz egy kis segítséget. Kérek segítséget. Azokon a napokon használják a... Hölgyek? Igen. Nem hallottad még? Nem. Akkor mondjam? Menstruációs kehely. És az mire jó? Ez arra jó, kérlek szépen, hogy így össze kell nyomni, és úgy rakod fel, hogyha nem betétet vagy tampont akarsz használni. És ebbe gyűlik össze az. Aha, és egybe leveszed. Húha, kicsit kimelegettem. Ő a következő. Ez a Volkswagennek a logója gyakorlatilag. Kimaradt pár elem, de hogy hasonló. Ez egy tárgy. Igen. Egy kerék, amiről középen hiányzik az autónak az emblémája. Na ez viszont a fogamzásgátló. Nem. Hát akkor mi, széntabletta? Nem. Mivel segítsek, a méretével, vagy az anyagával? A méretével. Sokat nem segítettél az anyagával. Mi anyag? Ha-ha! Ne röhögjél már! Tudja, annyira, ezt is dugni kell valahova! Annyira aranyos vagy, ahogy gondolkozom. Ezt is dugni kell valahova, mi? Végül is. Ez micsoda? Nem tudom. Kérlek szépen, ez arra van, hogyha van egy izomtrikód, aminek a hátulja ilyen, és melltartót szeretnél felvenni alá, akkor a két pántot beakasztod, és összefogja a pántokat. Hátul. Ezt én tudtam, amit láttam ilyet. De az így kéne legyen. Nem. Hogy kéne úgy így legyen? De miért keresztbe van a hátadon a melltartó? Hát így jönnek a pántok, és így fogja a össze. Bocs, még nem nagyon volt rajta a melltartó, azt a pár alkalmat leszámítva. Micsoda! Következő. Mékas. Nem. Mi ez? Ez? Sok kis giliszta. Jó, ez az a kis puffos cucc, mivel tele van a ház, ebbe fogod a hajadat. Hajgumi? Majdnem, de nem. Hát nem hajgumi, hanem az a hajadhoz van, hogy jó legyen. De mire van? Hát, hogy megtartsa a hajadat. De ilyennel nincs tele a ház. Oké, ettől függetlenül arra van. De hogy megtartsa? Ez így nem pontos. Így. Ne. Látom a fejeden, ott van. Tudom mi az, ezentúl meg jár az a pont neked. De megkaphatod a pontot, de nem arra van, hogy megtartsa a hajadat így, hogy... Összefogja a hajadat. Nem! Akkor mire van? Ez egy fánk. Azt tudom, hogy fánknak hívják. És ez arra van, hogyha kontyot akarsz csinálni. Hát persze, hogy arra van, megtartsa a hajadat. Tehát a kontyot meg kell tartaniad. Mire gondoltál? Úgy kell egyébként használni, hogy ráhúzod a cofra, és a cofot így köré hajtod. Az PH, PFL van, cof. Bocs. Következő. Hát ez izé. Ilyenem nekem is van, úgyhogy tudnod igen kell. Ez a kiskorunkban az ABC-be vettük ezeket a színes sudakat, amit lehetett tenni. Cukor egyébként. Ilyennel szoktad ritkítani és formálni a parókáidat. Ez igaz, de mi ez? Tudod, hogy mi ez? Hajvágó? Nem éppen, de mi van ott? Penge. Minek van pengéje? Bartva. Jó vagyok, azt hiszem. Implant. Nem. Kiderül, hogy nézi-e a videóimat. Ja, hát az implant az nagyobb. Normális. Most bukott le. De mit buktam le? Volt egy ilyen videóm. Tényleg, bocsi, a heti három videóban nem láttam egyet. Mire használhatjuk szerintem? Ez nem izé. De, beauty blender. Milyen anyagból lehet? Hát, ilyen... Mondjam már, na. Azt viszont tudom, szilikon.
Szilikon szivacs. Szilikon szivacs. Ügyes vagy, ezt eltaláltad végül is. Végül is eltaláltam, hogy implant, szilikon, szivacs, onnan már minden következik egymásból. Ezt tudnod kell, ezt kötelező tudnod. Ha ezt nem tudod, a kanapén alszol. Azt mondja, hogy... De mik ezek a fejek itt? Megint csak nekem is van. Nem pont ilyen fejekkel, de nekem is van. Hát lehet a fejek zavarnak össze. Valami kozmetikai cucc mindenképp. Ez az a rohadt berregő cucc, amivel a körmeidet szoktad figyelni. Igen! Közben meghallok a hangjától. Tudom, ez a... Igen. Most már emlékszem, igen. Csiszológép. De ügyes van. Úristen, de utálom. Elásom a kert végébe következőkor. Ez a hajszárító gépnek a testvérének a feje. Így van. Diffúzor. Diffúzor, igen. Ez a diffúzor. Igen, ügyes vagy. Következő sor. Borotva? Nem, ez a borotva, epilátor. Ügyes! aranyért párna. Lehetne az is, de nem. Ja, akkor a fejednek az a... belefejelsz és ott van a... Nem. Hát akkor mi? Ez egy állat. Hát ez tudom mi az! A... Nem, dakimakurára gondolsz, de nem egyáltalán az. Nem arra gondolok. Ez egy darab tartó egy kuglinak. Tényleg úgy néz ki, de nem az. Nem tudom, ez egy aranyérpárna. Nem. De. Ez egy állapotban vagy. Állapotos párna? Vagy, amikor használod. Állapotos párna. Mármint nem a párna az állapotos, hanem te vagy állapotos. Terhes párna. Jézusom, ez mi? Körömvágó. És ez? Spatula. Nem az a neve. De, az a neve. Nem. Ja, köröm alól az a körömvájó. Majdnem. Körömágyfeltoló. Körömágyfeltoló, tényleg. Igen. Azért nem vagyok én olyan rossz, vagy? Ezt momentán nem... Ezt tudod milyen szörnyertében volt, amikor felrakták a nevetőgázt, meg a, nem a nevetőgázt, a sikoly palackot. Ezt vártam az egyik legjobban. Azt hiszem megvan. Na mi ez? Ez egy szivattyú, hogy a tejecskét az anyukák kiszívják és ellepalackozzák, amikor már elegük van, hogy a gyerek folyamatosan szív, és a barátnőjüknek telefonálnak, hogy szasz csaj, szíj, tudom, friss anyuka vagyok, de muszáj elmenni a klubba. Lefeljek egy 15 liter tejet gyorsan, hogy tudjak alkoholt inni, jó? Jó. Ez azért van. Igen. Pálcák. Nem. Hát ez én nem látszik a képre, hogy ez mi az. Logikusan gondolkozz, aztán adok egy segítséget. Ez egy szivárvány. Mihez való? Hát jó, ne azt mondom, mihez való, de hogy... Csak nők használják. Hát akkor nem tudom. Valaminek a része. Nem fogom tudni. Halványra gőzöm sincs. Az egyik kedvenc ruhadarabodnak nagyon fontos része. Amit nagyon-nagyon szeretsz, hogyha mindig van rajtam. A gumi? Megint kezdődik, Rebecca! Milyen gumi? Mikor van rajtam gumi? Nem úgy értettem, te hülye! Hát de milyen gumi van rajtam? Ezt nem hiszem el, ez hülye! Ezt magyarázd meg kérlek, mert nem értem. Én úgy értettem, hogy a nadrágban lévő gumi, ami kilóg, vagy a kapucnak. Azért szoktál rám szólni, hogy nadrág legyen rajtam? Mit szoktál mondani, hogy vegyem fel? A melltartódat. Igen. Melltartópántnak a gumia. Guminak néz az ki? Melltartópánt. Merevítő. Igen! A buliba. A buliba. Azt hiszem, hogy ez az utolsó egyébként. Hát ez nyilván valami gép, ami... Ennek van pontos neve. Úgyhogy ha tudod, akkor ezt tudod. Ezt szerintem nem fogom tudni. Próbáld meg kitalálni, hogy mi történhet ott. Nem tudom, fel kell rakd a melleidet, megnézik, hogy mekkorák, és akkor lehet melműtéted. A vége nem, de az eleje igen.
micsoda, akkor a merrák vizsgálathoz. Tudjuk, mi a neve? Tudjuk, csak nem jut eszünkbe. Mammográfia. Ügyes! A végére értünk. Ez teljesen tetszett. Mire számítottál és mit kaptál? Hát én nagyrészt kozmetikai termékekre számítottam, hogyha csajos cuccokról van szó, akkor semmiképpen nem jutott volna eszembe, hogy a pisilőcsőt meg fogod nekem mutatni. Viszont kellemeset csalódtam, és tényleg felkészülök arra, hogy esetleg a nálam is lesz rész, hogy mit fog neked mutatni. De ezek jók voltak. Szerintem is nagyon elég jó volt. Elég jól abszorváltam azért szerintem. Igen. Volt egy-kettő, amit azt hittem, hogy tudni fogsz. Viszont ellentétes esetben is volt, hogy azt hittem, nem fogom tudni, és tudtam. Igen. Úgyhogy büszke vagyok rád, nekem nagyon tetszett. Szeretnék fordítottat csinálni, de közben rettegek is tőle. Valahogy én úgy érzem, hogy Bence jobban benne van a csajos dolgokban, mint én a fiús dolgokban. De nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velem. Köszönöm a meghívást. Nagyon élveztem, remélem nektek is tetszett, és hogyha igen, akkor dobjatok erre a videóra egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mind a kettőnkre, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm vagy tölti fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek minket Instán is. Ha minden igaz, akkor posztoltunk egy közös képet. És még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma. A következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!